Törti Szerper, a legendás névad, fesztivál névadó színésznek, Tony Curtisnek az özvegye. Köszöntjük őt nagy tapsa, Jill Todd! Vörös szőnyeges bevonulás, hollywoodi hangulat, külföldi és hazai filmművészek fémjelezték az első Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált Máté Szalkán. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere szerint ezzel az eseménnyel a város felkerült a világ filmművészeti térképére. Én még ennyi gratulációt, dicséretet nem kaptam, mint ez alatt a három nap alatt, hogy szintet léptünk, hogy milyen büszkék arra, hogy Máté Szalkát a nemzetközi sajtóban a filmművészet kapcsán emlegetik. Hogy már réges-régen nem az van, hogy Sötét Szabolcs, meg a Fekete Vonat, meg hogy Máté Szalka gyászban van, hanem tényleg a fényváros a Hollywood bölcsőjeként emlegetik, és ez a rendezvény valóban bebizonyította azt, hogy mi a nemzetközi szintéren is megálljuk így együtt a helyünket, hiszen ez egy csapatmunka, ehhez tulajdonképpen egész Máté Szalka kell. A fesztiválon játékfilm, rövidfilm, dokumentumjátékfilm és rövid dokumentumfilm kategóriában versenyeztek az alkotások. A díjazott filmekben közös pont, hogy mindegyik kis költségvetésből készült. A zsűri elnöke Szász Attila Balázs Béla díjas filmrendező volt. A nyertes alkotók mellett a legjobb színésznek és színésznőnek járó elismerést Bezerédi Zoltán, illetve Román Katalin kapta. Emellett díjazták a legjobb operatőrt és rendezőt is. Itt nem egyszerűen arról beszélünk, hogy filmkultúra, hanem a magyar gyökerek. Tehát Hollywood magyar gyökerei, és ebben ugye Máté Szalka elől jár. Hál' Istennek elég sok magyar település van, ahonnan származtak hollywoodiak, de hát azért itt mégiscsak két kiemelkedő szeméről beszélünk. Nos, azt hiszem, hogy önmagában Jill Curtis jelenléte is, mint díszvendég, sokat segített. Ő nagyon nagy örömmel jött, és még jövőben is szeretne jönni. Ez most a második látogatása volt Magyarországon, és azt hiszem, hogy mindez, ami itt történt, az kicsit talán erőt ad ahhoz nekünk, hogy jövőre még egy lépcsőfokot ugorjunk, vagy talán többet is, és a 100 éves évfordulót még jobb, még profibb, még sokszínűbb programokkal töltsük meg, hiszen jövőre sem csak filmfesztivált szeretnénk, hanem egy komoly kultúrdózist. A rendezvény kiemelt kísérő programja a Magyar Hollywood vetélkedő volt, amit olyan települések iskoláinak rendeztek meg, ahonnan hollywoodi filmes szakember felmenői származtak. Ahogy a természet elhozta a ragyogást, ezt szerintem ez tükrözte vissza a filmfesztivál is. Nagyon sok országból, tényleg 37 országból neveztek, nagyon magas színvonalú filmek kerültek bele, világ minden tájáról, és hozzájárult kivétel nélkül mindenki, hogy ez sikeres legyen, elsősorban ezt Máté Szalka önkormányzatának, lakosságának köszönhetjük. Mindenki egyenként annyira oda tette magát, hisz amit én itt többször elmondtam, hogy próbálhat az Origo Film Studio meg a Hollywood tanács bármilyen nagyra törő tervekkel lenni, ha nincs meg ez a hozzájárulás, ez a fogadókészség, befogadókészség, az itteniek részéről nem tudunk sikeresek lenni. A fesztivált Máté Szalka városa a Magyar Hollywoodi Tanáccsal és az Origo Film Stúdióval közösen szervezte. A háromnapos rendezvény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták Tony Curtis emléktábláját is.